Sziasztok! A hétvégén rendezvényen voltunk, illetve Pedro a Világrobot olimpián vett részt, mint megfigyelő, de mielőtt belekezdünk, úgy illik, hogy végre legalább egyszer bemutatkozunk. Veled Pedro, a digitális transformáció hírnöke. Tadám! Köszönöm szépen, illetve köszöntünk sok szeretettel Gábor, mint autósámán! Vagy csak sámán. Vagy csak sámán, ahogy itt tetszik. Oké, most, hogy már tudjuk, hogy ki kicsoda, beszélgessünk arról, hogy a hétvégén mi történt. Világrobotjai egyesületek. Igen. Világrobot olimpia. Igen. Ezek ilyen eléggé furcsa szavak egymás mellett. Robot olimpia. Igen, de semmi ijesztő nincs benne szerencsére, ugye? Nem, nem. Olimpia, az mindig barátságos, jó. Te már megszoktad, sport. Hogy én időnként megijedek, hogyha veled beszélgetek a jövőről. Igen. Nekem kicsit furcsa. Bevallom, élvezem is ezt. Kicsit furcsa vagy. Igen, szóval a Világrobot olimpia. Sőt, hogy nehogy annyira fény, hoztam is neked egy ilyen fantasztikus kulacsot, robotok vannak barátkozol. Rajta. Kedves mosolygós robotok, R2D2-k, nem Terminátorok. Barátkozik. Köszönöm szépen. Ne viccelj. A Világrobot olimpiát Győrött tartották, és tudom, hogy 70 ország. 74 ország. 74 országból érkeztek. Viszonylag kevés. Az talán megszállít. Az annyira nem is nagyon kevés, így első hallásra. Szóval 74 országból érkeztek fiatalok. Uh-huh. Akik ilyen tínédzser korúak többségében. 7-16 év között körülbelül. Igen, és ehhez hasonló, robotokat programoztak, és aztán ez valami versengésé fajult? Vagy hogy ez egy barátságos versengés volt, így van. Ez a robot, amit épp fogtál itt, ez az alapverziója a Lego robotoknak, tehát programozható robotoknak, ennek is kis központi egysége van, és programozható, és mindenféle műveleteket tud, de ennek továbbfejlesztett verziójából lehet építeni mindenfajta robotot kint az olimpián, ez volt a feladat. És ami fontos, hogy ezeknek a robotoknak ott kint önállóan kellett megoldani a feladatokat. Tehát akik szerkesztették, csinálták, így maximum nézhették távol, hogy produkál a robotok, és milyen gyorsan. Tehát volt egy, ez hasonlóképpen megy, mint az olimpia, versenyszámok voltak. Versenyszámok voltak. Ezekre a versenyszámokra megkapták a felkészülési lehetőséget, gondolom nyilván válogatók sokassága jutottak el ideig, és aztán megérkezett mondjuk Tájföld, Kína és Ukrajna csapata a döntőbe, uh-huh. ahol... Például mi az, ami történt? Mondj egy ugye? Példát. Mondok egy példát. Mi történt? Ugye? Mondjuk azt mondod a robotnak, hogy a feladat a következő, itt egy asztal, szép nagy, mint egy terepasztal mondjuk, ilyenből uh-huh. persze jó sok van, indulj el, keresd meg az ilyen és ilyen színű szemetet, fogd meg, vidd el a megfelelő helyre, utána gyere vissza, keresd meg az akkumulátort, azokat is fogd meg, aztán állítsd el a szintén a megfelelő helyre, és ezeket önállóan kellett a robotoknak megoldania. Zárójelben megjegyzem, ott láttam egy japán robot, ami ugyanezt a feladatot, amit most elmondtam, nagyon gyorsan teljesítette. Többiek előtt. És ezt úgy, hogy a Lego által forgalmazott alkatrészekből van összerakva igen, a dolog. Igen, és leprogramozva. És saját intelligenciát. Nem az van, hogy ők megtervezik, hogy ezen az úton a leg... Semmi. Nem. Önállóság. Random szétszórják a feladat. Gondolkodás, így van, keresés. Felismerés, meghatározás. Pontosan, így van. Bírók voltak, piros ruhában, ott álltak a nemzetközi bírák, és szabályokat tartottak be. Pontosan, fantasztikus volt egyébként. Fantasztikus. És az átlag életkor? Az átlag életkor tényleg azt láttam, hogy a 7-8-tól kezdve, nagyon sok 11 éves, 12 éves láttam, de voltak a junior korosztályban ilyen 16-17 évesek is. Zseniális. Nekik azért már más feladataik voltak, tehát például képzelj el mondjuk egy foci mérkőzést, ahol a robotoknak, azok nem Legóból voltak, más fém alkatrészekből voltak, de számítógép vezéreltek voltak szintén, önállóan kellett megkeresniük például a labdát, mint itt is látsz. A robotunk nem takarja el. És a labdában gondolom volt szépen. Egy jeladó, vagy ott valami. Benne, ott világít pontosan kis jeladó, és meg kellett oldani azt, hogy kicselezi az ellen. És két kapura játszottak, és szurkoltak. És gól! És nagyon komoly szurkolótábor volt, mint minden foci meccsen. Fönt ültek, és hajrá! És lőtték a gólokat a robotok. És olyan is volt, hogy a robotoknak egy nagy színes kockára kellett rátenni pici színes kockákat. De persze ezek össze voltak keverve a pályán.
Tényleg egyébként jó pofot, aranyosak voltak, szépen lassan oda mentek, levették a kockákat, érzékelték, hogy azt hova kell elvinni, cserélték a kockákat, levette az oda nem illőt, rátette, és a végén, egy jó fél óra múlva, mert azért lassan dolgoztak, de az azonos színű nagy kockákon, csak azonos színű pici kockák voltak, és rend volt, ez is egy versenyszám volt, jó pofa volt. Nagyon, még segítettek az embereknek, tehát volt, amikor a robot elakadt, nem tudta föltenni a kockát, és akkor valaki oda nyúlt, és mindenki mosolyogott, és elfogadták a bírák, és tapsoltak, tehát most még mi segítettünk a robotnak. Ez jó, ez cuki. Az egyébként elképesztő, önmagában már az is elképesztő. Hát a feladatok elképesztőek, de az, hogy Győrbe leszervezzenek egy ilyet, uh-huh. 74 ország képviselőivel. Nagyon minőségi formában ráadásul. Hát ez zseniális, de hát egy kicsit ugye ez előrevetíti azt is, hogy a jövő az már ilyen 7-8-9 éves korban elindul, pont mint a sportban, ugye? Az már ott kezdődik, így van. És igen. Pont úgy, mint a sportolók, ezek a srácok is épp úgy építik fel a karrierjüket. Igen, mert nézzünk a színfalak mögé, bekukkantunk, és mit látunk? Mire jó ez? Igen. Vagy mi történik? Igen. Hát igen, mert elsőként ránézel ez az egészre, és azt mondta, hogy azt, de aranyosak ezek a gyerekek, itt legózgattak, meg játszanak, meg ott esznek, isznak, akik tájföldről jöttek, hát persze, itt töltik a mindennapjaikat, oké, cuki, pedig nem, mert nem ez az igazi valóság. Mögé nézel, és azt látod, hogy érdekes, többek között indiai üzletemberek, de szinte mindenhonnan jöttek üzletemberek, akik így nézegették a gyerekeknek a munkásságát, és így őszintén gondolkoztak, opa. És vizsgálgatták, és én láttam, hallottam egy olyan megbeszélést, ahol így odállt az úriember, és így, gyerekek, ez nagyon szép munka, mondták az egyik megoldásukra. Kicsereké büszkén nézett rá, 11 éves volt, és így mondja neki, hogy és mondj csak, van már egy cég mögöttetek, aki ezt támogassa? Amikor én voltam gyerek, én fociztam, aha. És a... Jól ment? Ugorjunk? Hát, nem. Nem, egyébként jól ment. Jól ment. Nem voltam olyan tehetséges, mint gondoltam. És akkor ott a válogatott meccsekre is kijártak már játékos megfigyelők. Egyébként ez a mai napig, ez működik, tehát persze. Játékos megfigyelők járják a világot, és a tehetségeket keresik. Nekem most ez ugrik be, hát itt játékos megfigyelők cégek részéről, igen. Járják a világot és keresik a tehetségeket, vagy az ötleteket? Mindkettőt. Gyorsan mellé is volt a 11 éves kisrácnak a párja, aki mondta, hogy nekünk startupunk lesz, nézett az indiai bácsira. Tehát keresik a megfelelő szakértelmet a gyerekek formájában, a jó agy kapacitással, és az ötleteket is természetesen. És aztán ebből formálódik a jövő. Ebből formálódik a jövő, láttam, és a szállodában reggel ott értékelgették őket. Mondj már egy pár dolgot, hogy mik voltak még. Fociztak a robotok? A focik voltak a személygyűjtő, nagyjából ezek voltak egyébként a legjellemzőbbek, tehát ezek voltak az igazi jellemzők, de volt egy külön helység, ahol az okosvárosokra adott megoldások, illetve a problémákra adott megoldások voltak jelen. Én nagyon jó pofákat láttam, tehát volt olyan, ahol a parkolást kellett megoldani, annak a nehézségeit. Volt egy ország, aki azzal rukolt elő, hogy aknakereső robotokat, intelligens robotokat építettek, a gyerekek ott tesztelgették. Óriási. Aknákkal, de valamivel ott nagyon jó pofán elmosolyogtak. Akkor volt egy okos pékség, azt a németek csinálták, azt próbáltam kitalálni, hogy pontosan mit csinál. Jónak tűnt, volt zongorázó robot a viccesek fajtából is. Tényleg minden fajtára adtak megoldást. És ezek így sorban álltak a standok, és így nagyon-nagyon sok volt, legalább 50 kiáltó volt. És figyelj, a kisfiad élvezte? Tehát ez neki is szól? Ja, hogy ő 7 éves, tehát abszolút célcsoport. Ez milyen érdekes kimondani, nem? Hogy 7 évesen ő itt célcsoport. Nézegette a robotokat, és mondta is, hogy hát igen, ezek olyan robotok, hogy már jobbak, mint ami neki van. Uh-huh. Igen, mert ez milyen keveset tud, pedig hát ez programozható, és hogy ő mikor jöhet erre az olimpiára. Gyorsan az egyik bíróval beszélgette, mondta is, hogy hát figyelj, 7 évesen már nagyon itt az ideje. El kell kezdeni, nem, mert lemaradsz. Kilométersport. Pont úgy, mint bármelyik, a tenisz, a foci, vagy bármelyik más sportág. Hát ez zseniális egyébként. Szerencsére ugye te is bejelentkeztél, ami azért is volt jó pofa, mert ugye amikor ott a Katicánál bejelentkeztél egy pillanatra, ugye? Igen. A Szintzsenek keresztül körbenézegettünk, hogy nyújság, megvan, megvan. Hogy ne a lányom szobájába ültem, közben kint hóbégatott, hogy menjünk babázni. Ezt a részt nem hallottam, de egyébként azért is jó pofa volt az analógia, hogy te is ott bejelentkeztél távolról, egy picit mégis ott voltál velünk. Mert a tokiói olimpia, ami most nyáron várható, telesteli lesz robotokkal. És az egyik robotjuk, képzeld el olyan, ezek létező robotok, a Toyota gyártja őket. Így van. Ezek gyakorlatilag tökéletes mozgásra képesek, nyakmozgásra, kézmozgásra, lábmozgásra, és azt tudják, hogy ha te valamiért nem tudsz ott lenni,
de megfelelő pénzmennyiséggel rendelkezel, akkor megfelelő... Szurkolni fog helyetted? Kapsz. Nem, gyakorlatilag tesz. Hát igen. Egy távoli testet kapsz. Tehát? Igen. És ő csinálja. Forgatod, körbenézel, akár még a labdát is megfoghatod, amit aláírtak neked. Pedro. Ugye ilyenek lesznek már. És az egy rendes olimpia lesz, úgy értem, egy valós olimpia. Igen, ez a 20-20, igen, hogyan? És a Toyota rengeteg autóval is készül, különleges autókkal, de hát ez már az én szakterületem. Igen, de én azért mondtam, hogy az ott egy rendes olimpia lesz, mert ki tudja, hogy meddig lesznek ezek a hagyományos olimpiák túlsúlyban. Mikor jön el az idő, amikor inkább ilyen robot jellegű, mint hogy az e-sport is, mint ahogy az e-sport, ami külön témát megérdemel, igen, igen. Na lehet, hogy egyszer csak ez lesz túlsúlyban. Fantasztikus volt egyébként, és minőségi. Az egész rendezvény. Na jó, hát ez most egy olyan epizód volt, aminek kapcsán nem lomboztál le, hanem sokkal inkább motivációt kaptam, hogy azért a jövő az lehet izgalmas, meg szép, meg aranyos, és ebben a korban elkezdődik, ez mindenféleképpen jó pofa dolog, főleg, ha még jól is érzik magukat a srácok, miközben alakítják. Mi pedig ebből a jövőből fogunk majd hát egyszer csipegetni a gyümölcseiből remélhetőleg az okos világunkban. Oké, srácok, ez az epizód ma ennyi volt. Mi megyünk tovább, köszönjük, hogy megnéztetek, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, csengetjük, ting, bekapcsolni, mi pedig búcsúzunk, aloha! Hello!